Az új dombóvári városrész legnagyobb ünnepe az őszi fesztivál. Ez már egy nagyon régi hagyomány. Már a 20. század elején is rendeztek ilyet, aztán egy időre elmaradt a vigadalom, majd mintegy 3 évtizede újra élett a színes őszi forgatag, mondta Müller Ádám, a művelődési ház igazgatója. Hagyományosan nem sokára kezdődik itt a megnyitó a templomnál, ahol polgármester úr, a Dombóvári József Attila igazgatónője és plébános úr áldja meg a terményeket. Tehát ezzel a kis megnyitóval kezdődik a program, aztán lesz egy látványos felvonulás a 6. utcáig, a Saguli Károly térig, ahol indulnak a színpadi műsorok, erőszel a baptársulatnak egy látványos utcaszínháza, utána pedig gyakorlatilag 16:30-tól folyamatosan a színpadon lesznek műsorok, a sztár vendég pedig 20 órától már jó lesz. A Dombóvári József Attila Általános Iskola mintegy 30 éve jelen van a fesztiválon. Kezdetben főszervezőként, majd most már inkább résztvevőként a művelődési házzal közösen vesz részt a szervezésben és a programban, mondta Inguláné Futó Orsolya intézményvezető. Délelőtt vannak saját programjaink, virtusjáték, közös főzés a szülőkkel és egyéb mindenféle bemutatók voltak délelőtt. Délután pedig a felvonulásnak a nagy tömegét adja az iskola, hiszen majd minden évfolyamunk valamilyen stílusban, de felvonul, valamit meg személyesítenek a ruházatukkal. Több iskola, a város és sok civil is közreműködik a rendezvény során. A fesztivál az új dombóvárjak kedvelt helyszínén zajlik, tájékoztatott a polgármester Pintér Szilárd. 2020-ban döntöttünk úgy, az újdonvárok által kedvelt Saguly térre megyünk vissza, ugye ez a 6. utca keresztülésében és a főcsésben található, elmondások szerint régen ott szokták tartani a búcsút is. Nyilván itt a templom körül nagyon veszélyes volt a régi helyszín. Örömteli az idén, hogy ennyi fiatal itt van megint, több mint 14 csoport felvonul, és az iskola is tudta folytatni hagyományait, hiszen a pandémia után újból meg tudták tartani a családi délelőttöt, ezt követően jönnek a szabadtéri programok, és nyilván régen is és az idén is úgy lesz, hogy 21 órától az iskola aulájába egy jótékonysági bár kerül megrendezésre, és ezzel zárjuk a mai napot. Látványos felvonulás, színpadi programok, vásári forgatag jellemezte az őszköszöntőt. Zenekarok, tánc és énekegyüttesek is érkeztek, többek között Miskolcról, Kaposváról és Pécsről is. Így többek között fellépett a Kapos és a Somogy Táncegyüttes, a Bartó Béla Férfikar is.